Ingatag lábakon álltak az ország nemzetközi gazdasági kapcsolatai 2010-ben, a kormányzás átvételekor, mondta Szijjártó Péter Egerben. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára az Egri Borvidék borászaival találkozott szerdán, hogy a hazai borágazat export lehetőségeiről egyeztessenek. Szijjártó elmondta, a kormány arra törekszik, hogy 2018-ra a magyar export harmada Európán kívülre tartson. Hozzátette, elsősorban kelet felé nyitna a kormány, legyen az Kína, az arab világ, vagy éppen a nyugat-balkáni térség. Az államtitkár szerint mindez igaz a hazai borokra is. A gépipar és a mérnöki szolgáltatások mellett ugyanis a borágazat lehet a hazai export egyik zászlós hajója. Hongkongban megszüntették a borvámot. Hongkongban mára jelentősebb borárveréseket, aukciókat és kiállításokat rendeznek, mint mondjuk Londonban. A legutóbbi hongkongi tárgyalásaink során megállapodtunk abban, hogy a magyar bor ottani értékesítésében a hongkongi gazdasági partnereink a segítségünkre lesznek, és ugye Hongkongon keresztül a kínai piac elérése pedig lehetővé válik. Szijjártó Péter azzal indokolta a keleti boros piacok meghódítását, hogy míg szűkebb hazánkban 1 euró per literes áron értékesítik termékeiket a hazai borászok, addig Kínában 3-6 eurót is érhet a nedű literenként. A kínai konyhához egyébként elsősorban a komoly vörös borok passzolnak, de a karakteres fehér borokat is keresik keleten. Ez, mint mondta, az Egri Bikavérnek és az Egri Csillagnak is kedvezhet.